Szeptember 28-án kedden a központi kollégium hátsó udvarában rendezték meg az összkollégiumi lecsófőző versenyt. A rendezvény előkészületei körülbelül másfél hetet vettek igénybe. A szervezők Heller Balázs, ismertebb nevén Bata, és Boldizsár László voltak. Idén összesen 8 bográcsban főtt a lecsó. A 6 kollégiumi csapat mellett a kollégiumi vezetők gárdája is tiszteletét tette a megmérettetésen. A mostani versenyre a hallgatói önkormányzat is benevezett. A szervezők nagyon örültek a HÖK és a KIB, vagyis a kollégiumi intézőbizottság részvételének, hiszen ezen a rendezvényen kötetlenebb formában, finom ételek mellett tudta a két szervezet megbeszélni a diákokkal kapcsolatos dolgokat. A szervezők a főzőversenyhez szükséges alapanyagokat több támogató segítségével szerezték be. A paprikát, paradicsomot és a hagymát ők biztosították. A többiről a csapatoknak kellett gondoskodniuk. A támogatók között volt a Veszprémi Egyetemi Kollégiumért Alapítvány is. Tavalyhoz képest az egyik legjelentősebb újítás a zsűrizés terén volt. 2009-ben a pontozásnál nagy hangsúlyt kapott a tálalás. Akkor az volt a cél, hogy a csapatok a főztjüket minél gusztusosabban, minél kreatívabban tálalják a bíráknak. Akkor mindegyik csapat valamilyen plusz meglepetéssel szolgált az ínyen zsűri tagoknak. A szervezők idén azt szerették volna elérni, hogy a győztes csapat kizárólag a lecsó íze miatt nyerjen, és ne a külsőségek miatt. A háromtagú zsűriben Takácsné Ica néni a menza főszakácsa, Szabó Zsolt a központi kollégium büféjének tulajdonosa, és Pacher Márkusz fotós egykori szenior kapott helyet. A legjobb lecsót idén a Teleki kollégium főzte. A csapat jutalma 10 darab pizza, a Koli büfé felajánlásából egy 5000 forint értékű Otherside utalvány, valamint a HÖK kezdeményezésére másfajta jutalmat is kapott az első helyezett. Erről a nyereményről nyilatkozott híradónknak az egyik szervező. Hallgatói önkormányzat felajánlásával kapnak még egy vándorkupa indul most útjára, amit reméljük, hogy több éven keresztül meg tudnak majd őrizni a kollégisták, és hát reméljük, hogy ez majd folyamatosan ugye tud pörögni. Tehát, hogy minden évben meg lesz rendezve ezentúl ez a rendezvény. Hát igazából ezek a vágyaink, majd kiderül. A második helyen a HÖK csapata végzett. Ők egy tálca sörrel lettek gazdagabbak. Ezt a nyereményt szintén a Koli büfé ajánlotta fel. A dobogó harmadik fokára két csapat is felállhatott, a Jedlik és a kollégiumok vezetőségének csapata. Ők üdítőt nyertek, valamint 2000 forintos hallgatói centrum utalványt.